A COVID utáni újraindulás a fiatal közösségeknek sem volt egyszerű az elmúlt évben, ezért kell lehetőséget teremteni számukra, hogy minél többet találkozhassanak. A cél, hogy 2030-ra ugyanolyan legyen vidéken élni és dolgozni, mint Budapesten. Ehhez az kell, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindenütt, minden közösségben erőt képviseljünk, és egyről a kettőre step by step tudjunk építkezni. És mind a gondoskodás politikában, tehát a szociális, karitatív, intézményes rendszerekben olyan intézmények legyenek elérhetőek vidéken, mint a városokban, és ebben nagyon sokat haladtunk, lássuk, Magyar Falu Program, különböző állami és európai uniós beruházások. Ezen támogatások fontosságáról már Fülöp Attila beszélt. Muszáj támogatni, mert ez a jövő, és ugye azért mégiscsak itt ez egy ifjúsági kereszténydemokrata szövetségnek a rendezvénye. Az a helyzet, hogy ma aki fiatal, korán szembesül a közélettel, a politikával, ha csak az elmúlt három évben belegondolunk, Covid-járvány, a háború, tehát számos olyan körülmény van körülöttünk, ami azt jelenti, hogy fiatalon valaki, ha akar, ha nem akar, szembesül a közélettel. Ezért nagyon fontos, hogy meglegyenek azok a közösségi események, közösségi élmények, ahol a fiatalokat is támogatólag lehet ezekben a helyzetekben képbe hozni, el tudjuk mondani, hogy milyen világban élünk. És miután a fiatalsága jövőnk, nincs más reményünk, nincs más lehetőségünk, mint hogy nekik tudjuk minél pontosabb információkkal jobb jövőalkotási képeket teremteni. A fiataloknak fontos az agráriumnak pedig a fiatalok. Erről már Nagy István beszélt a szombati rendezvényen. Mint mondta, a nagy megpróbáltatások ellenére a mezőgazdaság jól tudott teljesíteni az elmúlt években. Mi történik most az agráriumban? Termelni megtanultunk, meg fő mennyiségi kibocsátásban mindig európai vonalába tartoztunk. A jövedelmezőségünk maradt el. Ott Európában az európaiakhoz képest 53%-on vagyunk. Na, ezt kell hozzáadott értékkel növelni. De akkor ez feldolgozóipar. Az elmaradt beruházásokat megcsinálni, hűtőházak, tárolókapacitások, feldolgozóüzemek, konzervgyárak, vágóhidak, mind-mind ezek következnek most. Mert így a termék az hozzáadott értékkel nagyobb értéket fog tudni képviselni, nagyobb jövedelmezőséget fog tudni hagyni. És akkor már is a fiatalok és vidék, hogy mit tehetnek a fiatalok. Így akkor lesz vidéki megmaradás, helyi gazdaság erősödés. Mert nem csak arról szól, hogy egy valaki fölül egy traktorra, és akkor elkezdi megművelni a földet, hanem akkor majd lesz, aki tárolja, lesz, aki feldolgozza, és a család többi tagja is, sőt, a településen élők, mások is, akiknek mondjuk földje sincs, de része lesz annak a agrobiznisznek, amit tudományos nyelven így fogalmazunk, amely az élelmiszer előállításban fog szerepet játszani. Nagy István arról is beszélt a felmerülő kihívásokra, a digitalizáció, a robotizáció és az automatizáció lesz a megoldás. A hagyományos, régi elvek ma már nem elegendőek, ezért is van szükség a generációváltásra.